Ez a sziréna hang jelezte az elképzelt katasztrófa és a védelmi gyakorlat kezdetét. 120 másodpercig szólt a vészjelző hang. A forgatókönyv szerint a városhoz közeli ipari park területén található gáztöltőüzemben egy teherautó gázzal való feltöltésekor robbanás veszély alakult ki, majd robbanás történt. Ezt a hibát kellett elhárítani a Védelmi Bizottságnak. Ez a szituáció most arról szól, hogy egy közúti tartályautó töltésekor hiba csúszik a folyamatba, robbanás veszély, majd robbanás alakul ki. Ezt a szituációt próbáljuk most eljátszani. A védelmi erők az elképzelt robbanást követően megkezdték a szükséges intézkedéseket. A töltőüzem területén található tartályokat vízzel hűtötték a tűzoltók kiérkezéséig, akik elhárították a problémát, a helyszínre érkező mentők pedig elszállították a sérülteket. Mindeközben a város összes oktatási intézményében tűzriadót gyakoroltattak a védelmi gyakorlat részeként, ugyanis veszélyes anyagokkal kapcsolatos katasztrófa esetén az intézményekben szükséges a menekülési útvonalak teljes körű ismerete és a helyzet gyors és biztonságos felismerése. A gyakorlat elvégzésére gyűltünk össze. A helyi védelmi bizottság mindenkori elnöke a polgármester. Ő irányítja az eseményeket egy esetleges katasztrófa bekövetkeztekor. Nem volt ez máshogy a szerdai gyakorlat során sem. Mint ahogy dr. Cserpalkovics András mondja, nem csak hasznos, de jogszabályi kötelezettsége is a városnak a védelmi gyakorlatok időről időre való megtartása. A szerdai gyakorlat több mint 20 ezer főt érintett a városban közvetlenül. A mai nap gyakorlatában intézményeink is részt fognak venni, és számos olyan szervezet a város életében, mi miatt elmondhatjuk, hogy több mint 20 ezer ember fog valamilyen módon találkozni a mai védelmi gyakorlattal, hangsúlyozva az, hogy ez ma csak egy gyakorlat, és bízunk benne, hogy soha nem kerül sor arra, hogy ebből a gyakorlatból egy éles helyzet alakuljon ki. Eredményesen lezárult tehát a szerdai polgári védelmi gyakorlat, melyet egyébként egy kormányrendelet szerint 3 évente teljes körűen, évente pedig részlegesen kell gyakoroltatni.